Vörös Sándor kétségtelenül tudott zengedezni cinkéül és vörös begyül, továbbá egyelőre még ki nem alakult nyelveken is. Lepényt ettek hagymával és libazsírral. A tésztát szép gyúrta keresztette, a lepényeket édes szájú lóorvos sütötte tárcsán az újkori magyar paraszti sütőművészet remek eszközén. Az történt, kezdte Rezesorú drámaíró, hogy egyszer a Kassák klubban ahol Vörös Sándor olykor megfordult, egyik fordulását megtisztelte a híres opera énekesnő, fölszállott a páva Tamara, akit a milánói szkálában is szoktak volt ünnepelni. Isten éltesse, jelezte szőlős gazda, hogy nem csak enni kell. Az erőszaknak az egész társaság engedett. A művésznő népdal csokrát a lelkes közönség hatalmas tapsal fogadta. Sanyika pedig a maga befelé somolygó grimaszával. Fölszállott a pába Tamara, rögtön meg is kérdezte, nem tetszett Sanyi bácsi? Nehéz erre így válaszolni, csipogta a költő, mert ő páratlan dalmoksága ellenére is megtartotta a gyermeki hangját. Tudja Tamara, a népdalokat torokból szokás énekelni, nem tüdőből mint az opera nótákat. Ó, persze, tudom én, tudom felelte a művésznő, hanem ha átszoknék a torokból éneklésre, akkor nem tudnék operát énekelni. Értem, bólogatott megértően Sanyika, így viszont népdalt nem tud.